rendben. Hol vagy már? Jó, basszus, már ennyi az idő. De figyelj, egy évben kétszer kérek tőleg valamit, és akkor sem segítesz. Most rögtön, gyere le, jó? Egy percet van, apám. Hallod? Mit is mondott pontosan a nagyapa? Azt mondta, baj van. Tudod, hogy miért? Nem mond soha semmi konkrétuma. 20 éve nem hívott föl, most meg felhívott. Neked ne akarj volna! Helyez mába! És a postás Zsuzsi! Mert a postás Zsuzsi 30 éve halott már! Hát ez majd magyarázd el anyátok! Légy átkozott eleges István, meg te is, meg az összes férfi! Csókolom. Már mehetünk is. Hova? Hogy hova? Te hozzád lakni. Hozzám? Na, nem úgy van az édesapám, hogy csak úgy átmegyünk egyik országból a másikba. Vagy viszel magaddal, vagy megyek egyedül. Rendben van, elviszem. Nagyapa mindig nagyon értett a nőkhöz. Nők. Mi az ördög? Hát ezt elütötted. Él? Szerintem semmi baja. Akkor él. Vigyázzatok, autó. Beautiful girls, sex. Ezek a szaros tetves hegyek mindent leárnyékolnak. Ezek a Kárpátok. De ez a gyerek normális. Biztos lesz, aki segít, ez nem mi vagyunk. Ja, nekem senki sincsen. Mindenkinek van valaki. Tudod mi ez? Ez egy kettős gyilkosság. Hát miért nem mondtátok, hogy bajban vagytok? Hát már vasárnap. Miért akkor mi van? Hát felöltözünk. Hozd meg! Most mi lesz? Átmenjünk a zöld határon. Most te viccelsz. Nem viccelek. De fiam, kik ezek? Biztos afgánok. Hát maradjatok már le!